Sziasztok! Pecázzunk együtt, soron következő része lesz ez most. A sziki tavon horgászok, ugye volt már itt egy pár videóm, általában a csukázás a főszerep. Most az időszak ugyancsak kedvez a csukázásnak, viszont most nem azért vagyok itt, békés halazok, egy darab féderbottal, jelen pillanatban legalábbis. És hát most elkezd fújni a szél, nagyon jó. Na de ennek az apropója az, hogy lesz egy három fordulós féderhorgász verseny ezen a tavon. Két hetente lesz egy-egy forduló, tehát egy másfél hónapig fog tartani összesen. És most vasárnap lesz az első fordulója. Egyébként az egyes tégen horgászok. Ez az első szektornak a közepe lesz körülbelül, hát a szél egy kicsit. Három szektor lesz összesen. És tehát minden versenyző fog minden szektorba horgászni, tehát a három szektor az a három forduló alkalmával le is lesz fedve mindenkinek. Nem igazán szeretnék beszélni konkrétan, hogy mivel pecázok, meg milyen technikával, meg hogy. Egyrészt azért, mert hosszú előkésztem és metódoztam is már. Édeskajával is pecáztam, halassal is, csontival is, különböző peletekkel is. Mert ugye most az a lényeg ennek a napnak, hogy mivel hogy idén még nem horgáztam itt békés halra, így nem tudom, hogy jelenleg mit esznek itt a halak, és ezért próbálgatok többféle kombinációt. Jelenleg egyébként metód van fenn, és most éppen ezzel próbálkozok. Fogtam már kárászt is, több keszeget, viszont valószínűleg ennek az időjárásnak tudható be, hogy ütemre nem lehet fogni a halat, tehát az semmiképpen nem megy. Pontyoznak mellettem, de senki nem fogott, még kapásuk se volt, pontykapásom nekem se volt. Mondjuk az első hal lefordult, de azt szerintem egy szebb kárász volt inkább. Pontynak nem nagyon látom jelét. Itt az első szektorban a távolság megvan lesz határozva, tehát a maximális dobó távolság elég mereven megvan határozva, tehát nem tudok egészen távolra dobni. Pedig itt előttem van vízterület rendesen, tehát éppen dobhatnék, csak van egy-egy olyan hely itt az egyes szektorban, ahol nem lehet távolra dobni fizikailag. Ezért így le van korlátozva az egész szektorban a megdobható távolság maximuma. Remélem, hogy a videó felvétel közben azért sikerül egy kapást elcsípnem. Különben már egy óra elmúlt délután van. Reggeltől pecázok, mint mondtam, többféle technikával, többféle kajával. Horgáztam már a mai napon. Hát nyilván, amelyik legjobban beválik, azzal fogom végighorgászni a versenynapot is. És azért a verseny alkalmával, a már bevált technikával remélhetőleg több halat tudok fogni. Na, ez lehet, hogy ponty lesz. Hát ez úgy érzem, ez ponty. Na, az első ponty, és pont sikerül levideózni, ha meg lesz. Nem lesz nagy hal egyébként, vannak ebbe a tóba is szép halak. Egyébként ezen a tavon, meg általában az ilyen versenyeken kétfajta horgász van. Van az a horgász, aki megpróbál a pontyokra rámenni, nagyobb csalival. Na, ők azok, akik nem nagyon dobálnak újra, legfeljebb betetgetnek, aztán várják a halat. Viszont ha a ponty nem eszik, akkor ráfáztak a pecára. Ha viszont nagyjából eszik, akkor akár még jó helyen is lehetnek a verseny szempontjából. Hát én azok közé tartozok, akik inkább kisebb, finomabb csalival és szerelékkel horgásznak versenyen, aztán
meg tudom fogni a kisebb kárászokat, keszegeket is, azok jól tudják egyébként nyomni a súlyt, valamint beugorhat egy-egy ponty is, mint ahogy most is, tényleg ez az első ponty, és itt már délután van, viszont ennek az lehet az átka, ennek a vékony szereléknek, hogy vagy elszakad, vagy a picike horog az kiakad a halnak a szájából. Remélem ez most nem így lesz. Tényleg nem egy nagy hal, de örülnék neki. Azért egy kárász keszeges versenyen egy ilyen másfél-két kilós pontja azért elég jól tud nyomni, főleg ha van belőle több. Majdnem szembesüt a nap, úgyhogy lehet, hogy a videó minősége az nem lesz a legjobb. Hát ez nem egy másfeles, van ez 3 kiló is. Határ esett neki ez a merítőfej, de hát szerintem nem lesz vele gond. Meg vagyunk. Hát ő kell meg. Matraszra kiraktam. Hát ez a kicsike horog, éppen hogy a szája szélébe volt. Egy szép hármas potyka, de nem tartom ki sokáig, gyorsan engedjük vissza. Visszateszem a kamerát, és akkor mehet is a hal vissza. Na. Ennek most mindenképpen örülök. A versenyen is remélem lesz ilyen berészem gyakrabban, akár mint ma. Újra egy kis pelletecske. Az viszont mindenképpen igaz, hogy sajnos ütemre nem tudok halat fogni. Ez ugye azt is jelenti, hogyha éppen nem jár majd ott a hal, ahol horgászok, akkor vagy nem tudok oda csalni egyet-egyet, akkor könnyen lehet, hogy nem lesz akkora zsákmány. Vagy ha esetleg olyan helyet sikerül húznom, ahol éppen nincs hal, vagy akármi. Ugye a horgászatban van egy egész nagy szerencsefaktor, versenyhorgászatban is. Olyasmi, mint a póker, hogy azért ott, ha az embernek szerencséje van, jó lapjai vannak, akkor teljesen mindegy, hogy milyen póker arca van, akkor is jól teljesíthet. Na nézzük. Lehet, hogy ez a kamera nem itt volt, mert most meg útban van. Na így, talán jobb lesz. Egyébként szép idő van. Nem ilyen volt az idő reggel.
esett, borongós volt nagyon. Mostanra délutánra egész jó lett az idő. Egyébként olyan minden második, harmadik dobásra tudtam fogni egy-egy keszeget. Azért ebben a tóban szép keszegek vannak, tehát ne az ilyen 10-20 dekás keszegekre gondoljatok, hanem tényleg ilyen fél kilós dévérek jöttek ki. Kárász az egy vagy kettő, pedig rengeteg kárász is van benne, abból is vannak szépek. De most a dévér keszeg dominált, megint kapás van. Húzza, 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 na, na. Hát, ettől tartottam, ezért nem vágtam be neki egyből, mert ilyen lassan húzó kapásnak kinéző valami lehet egy-egy belehúzás is. Na de már mindegy. Dobunk újat. Ez válik be egyébként a legjobban, ez a kaja, meg ez a szett, amivel most pecázok. Legalábbis ma. Lehet, hogy vasárnap a versenyen, ma ugye csütörtök van. Lehet vasárnapra a versenyre. Még jobb időt mondanak egyébként, tehát mostantól kezdve folyamatosan melegedés lesz, sütni fog a nap. Tehát vasárnapra már elég jó idő lesz. Lehet, hogy jobban fog enni a hal, lehet, hogy kevésbé. Bár megmondom őszintén, én arra számítok, hogy jobban fog enni. Csak ez azt jelenti, hogy a többi horgásznak is jobban fog enni. Jobban szeretem azokat a versenyeket, ahon kicsit küzdeni kell a halér. Aztán, hogyha megvan a recept, a bevált recept, akkor lehet aratni a többi horgásszal szemben. Na, akkor nézzük. Hát, ha jön még egy halacska, legalább jöjjön még egy keszeg, mutassak nektek azt is. Egyébként azt vettem észre, akármi, tehát a hosszú előgével pecáztam, akkor is ez volt, hogy bedobás után nem sokkal icipici mozgások jelentkeznek a spiccen, és hosszú előgével sikerült is fogni pár darab egészen kicsi, hát maximum 10 dekás keszegeket, de nem ütemre, tehát ezért is nem maradtam annál. De versenyen, hogyha például nem tudok halat fogni mással, akkor az egy jó lehetőség lehet, hogy valami súlyt legalább elérjünk. Csak az a baj, hogy azok meg nem húzták el egyértelműen soha. Valószínűleg ezek a kis apró belemozdulások is, ezek a kisebb halak tolják a kosarat. Ebből ki is derült, hogy még az apró is elég jól mozog a vízbe. Tehát a csukát könnyen megfogni még biztosan nem lehet. Egyébként ez egy ilyen, nem is tudom, főként egyesületi verseny, csak pár külsőst is fogadtak, mert nem voltak meg, tehát nem volt meg a létszám. Így kerülhettem én is be a versenyre. Féder verseny lesz, tehát féder bottal kell horgászni, de valójában bármilyen szerelék lehet, egy bot, egy horog. Tehát nem két bot, etetni nem lehet egyáltalán. Ez ugye ebben az esetben azt szokta jelenteni, hogy rakétázni, csúzlizni, kézzel bedobálni, dobócsövezni nem lehet. Viszont ugye etető kosárral, amivel egyébként is horgászunk, azzal nyugodtan lehet. Ugye annyit jelent, hogy ilyenkor egy jó nagy pelletféder kosárba lehet gyúrni a ragasztott szemes takarmányt, vagy akár pelletet, vagy egy nagy alagút kosárral is lehet etetni. Attól függ, milyen távolságba kell dobni.
Most sem etettem semmit előtte. Még annyit se, hogy másfajta kosárral sem. Tehát egyáltalán nem etettem, csak ezt a maximális távolságot dobom, amit majd a versenyen lehet. És azt a pontot horgászom. Aztán ennek köszönhetően ugye nehezen indult. Nem nagyon volt kapásom a horgászat elején. Aztán cserégettem, váltogattam, etetgettem, ezzel-azzal dobálgattam. Az etetgettemet erre értem, hogy más etetőanyagokkal dobálgattam. Így ugye nyilván, mivel hogy az nem volt az etetés, nem volt ott hal, így ugye gyűlt a többféle kaja. És egyszer csak, hát mondanám, hogy bejött rá a hal, de hát ezt nem tudom egyértelműen mondani, mert ugye egy-egy keszeget fogtam, most jött ez a potyka, de úgy igazán nem az van, hogy ott a rengeteg hal is kapást ér. Mondtam már egy versenyes videómban, hogy van ugye az a fajta versenyző, aki eljön egy versenyre 16 bottal, mind a 16 bot mellé ki van készítve. Persze tök jó az, hogy az egyik 20 g-os dobósúlya, a másik 30, a harmadik 40, és így fel megy felfele, különböző hosszúságúak. Biztos megvan a oka, hogy így horgásznak. De hát azért egy átlag horgász azért biztos, hogy nem áldoz ilyenekre. Nem beszélve a kipakolásról, meg bepakolásról se. Meg ezek a horgászok szokták azt ugye, hogy rengetegféle kaja, rengetegféle csali, mindenből nagyon nagy mennyiségű. Annyiból igazuk lehet, hogy tényleg van olyan verseny, ahol annyira eszik a hal, hogy érezhetően rengeteget kell etetni közben, rengeteget kell dobni. És akkor jó, ha abból a éppen működő kombinációból sok van nálunk. De azért nem ez a leggyakoribb. Aztán a sok meg a sok között is nagy különbség van. Tehát nekem már, ha 2 kg etetőanyag elfogy egy nap, az már rengetegnek számít. Jó, nem egy busás napon, de egy átlag pontyozás közben, vagy egy keszegezés közben. Még ha versenyről beszélünk, akkor is. Ahová dobálok egyébként, ott mozog a hal. Legalábbis azon a távolságon. Már nem először láttam mozgást, de nem pontyok. Ilyenkor, amikor versenyre készülünk fel egy adott tavon, érdemes mindenféle szituációt kipróbálni. Ugye általában versenyen, főleg ilyen könnyű szerelékes, vékony szerelékes versenyen rengeteg dobás van, rengeteget dobunk, ha nincs kapás, kivesszük, akár 5 vagy 10 perces ütemekkel. Viszont előfordul az is, ezen a tavon például, ma is észrevettem már ezt, hogy ha dobáltam gyakran, akkor egyszerűen nem jutottam el kapásig. 5 perces ütem az nem igazán vált be. Aztán mikor benhagytam minden dobás után több percig, tehát akár 10-15-20 percig is benhagytam a szereléket, akkor közben semmilyen mozgás nincs, viszont egyszer csak egy 20 perc múlva mondjuk elhúzza egy keszeg vagy egy kárász. De hogy 5 percenként kibevenném, dobnám, húznám 5 percenként, akkor meg nem tudnék fogni egyet se. Viszont a 20 perces ütemekkel meg tudom fogni a halat. Tehát versenyen azért persze, ha nem megy a hal, próbálkozni kell, de sokkal jobb felkészülni egy ilyen tóra, vagy ezekre a szituációkra. Tehát ezen a tavon ez bármikor előfordul, vagy gyakran úgy lehet halat fogni csak, hogyha hosszabb ideig van benne szerelék. Valószínűleg óvatosabbak a halak, meg egyébként ahova dobok, ott elég sekély is a víz. Tehát ennek a tónak itt kinn a szélén van halárok, itt mélyebb a víz, de bent, hát amikor megakasztok egy keszeget,
pillanatokon belül ott látom a mozgását a víztetején, tehát nyilván a hal is feljön a víztetejére olyankor, de nem tart neki sokáig, tehát szerintem egy 50 centinél nem lehet ott mélyebb a víz, de onnan jött a ponty is. Még a nap további részében megpróbálom itt ennek a halároknak a túlpartját is megdobni, hogy azért mégse itt a stéggel szembe dobjak, hanem azért kicsit beljebb, az azt jelenti, hogy ez egy 10-15 méter lehet innen maximum. Az ilyen alsó lendítős dobással lehet szerintem itt a legkönnyebben kivitelezni. Azt még a végén megpróbálom, hogy jön-e onnan a hal. Ha nem jön egyáltalán, akkor versenyen nem fogom erőltetni, de ha egyet-egyet fogok, vagy legalább kapás van, akkor érdemes versenyen, hogyha nincs bent kapás, akkor kint megpróbálni. Na hát nem akar keszeg jönni. Csak cserélek egyet. Még gyorsan. Na most volt egy ponty mozgás ott egész bent, kétszer olyan távolság, kétszer akkora vagy háromszor akkora távolságra, mint ahova most horgászok. Lehet, hogy pont látszott is, az biztos, hogy ponty volt. Na nézzünk akkor megint egy szendvicset. Érdemes főleg versenyen, ha esetleg metódozunk, vagy akár bármilyen más szerelékkel pecázunk, akkor többféle etetőanyagot összekeverni. Metódból ugye egyszerű, mert lehet kétfajta kaját külön-külön belerakni a kosárba. Én ilyenkor általában nem kétféle szemes, vagy kétféle poralaput szoktam, hanem pelletet, meg valami poralaput a tetejére. Ma is próbáltam azzal is, fogtam is vele. Na már 22 percnél járunk, úgyhogy várok még egy pár percet. Hát ha jön egy keszeg, bár most sajnos eléggé jobbra sikerül dobni a eddigi dobásokhoz képest, de hát ha ott a szélén is megfordul most a hal, még most állt be a zsinór is, kicsit rátekerek. Na és akkor megmutatom közben egyébként a vizet. Tehát azért itt lehetne dobni szépen. És itt szembe, itt a most a videó bal oldalán látjátok ezt a nagy nátsort befelé, víz közepe felé, annak a vége határozza meg a versenyen majd a maximális dobótávolságot. Ezért sem tudok annál beljebb. Az nem egy nagy távolság egyébként, szerintem így 30 méter maximum. 35. Úgyhogy azt a távot tudom dobni. Annyiból jó, hogy azt kényelmesen meg lehet dobni, gyorsan lehet pörgőspecát csinálni. Csak hát ahhoz kéne, hogy egyen a hal. Biztos lesznek a mostani versenyen is olyan horgászok, akik pontra fognak menni, és mivel hogy annyira nem megy a fehér hal, tehát úgy igazán ütemre nem lehet őket fogni, így ha 2-3 pontyot fogna valaki, azzal elég jó helyezést érhet el, mert azért pár keszeget azért valószínűleg meg lehet fogni a nap folyamán, de mondjuk azt, hogy 10 darab keszeg, az mit jelent? Az fél kiló jával, ugye az 5 kiló lesz. Tehát 10 darab keszeg, ami nem kevés, egyébként egy olyan verseny, ahon annyira nem megy a hal, az úgy egy elég jó.
és tehát egy jó darabszám lehet, és ha valaki fog 3 pontyot, akkor már bőven túlszárnyalja ezt a 10 keszeget, de lehet, hogy 2 pontjal is, vagy akár 1-gel is, tehát azért 5,5-6 kilós pontyot is lehet simán fogni, én is fogtam már itt, ezen a tavon is, versenyen, úgyhogy úgyhogy itt még bármi lehet. Hát nem akar keszeg jönni, úgyhogy szerintem nem várok rá tovább, nem akarom hosszúra húzni ezt a pecát. Jól indult ez a videó, az biztos. És amúgy elég szép ponty volt, mert ilyen, hát láttátok, gömbölyű testű, sötét tónusú hal. Jellemző amúgy erre a vízre ezek a sötét halak. Még az is lehet, hogy a nap végén pergetek egy kicsit. Bár nem hiszem, hogy sok értelme van. Na jó, befejezzük ezt a videót. Azt javaslom nektek mindenképpen, ha esetleg versenyre mentek, vagy szoktatok menni egy-egy ilyen amatőr versenyre, előtte, tényleg nem sokkal előtte, pár nappal előtte érdemes elmenni arra tóra. Nem nagy mennyiségű, de különböző csalikkal, letetőanyagokkal is megpróbálni, hogy mivel tudtok leggyorsabban legtöbb halat fogni. Nem kifejezetten a méret a lényeg ilyenkor, hanem tényleg pörgős pecál legyen, és minél több darabra, minél több hal jöjjön ki. De higgyétek el, hogy minél többet dobunk, minél több halat fogunk ki, akár kicsi, akár nagy, akkor annál több hal fog oda gyűlni, és bőven benne van az, hogy kis halazás közben bejön egy-egy nagyobb, és ez azért el is tudja dönteni egy-egy verseny alkalmával a sorrendet. Na, találkozunk a következő részben, sziasztok!